Most, amit már kétszer is említettek, hogy bölcsész hallgatóként tartom az előadást, de szeretnék egy picit kapcsolódni az előzményekhez. Két másik felsőoktatási intézményben is tanultam. Egyik a Berzsenyi Dániel Főiskola, ott földrajz történelem szakon tanultam, a másik pedig szintúgy a Pázmányon jog és államtudományi karon, mint jogász hallgató. Mindkettőt félretettem, és most klasszika, filológia, elmélet és nyelvészettel foglalkozom. Ugye vannak különbségek. Nekem megvan az a szerencsém, hogy mivel össze tudom hasonlítani ezeket a főiskolákat. Most egy picit szeretném bemutatni a magyar felsőoktatás globálisan, hogy milyen is ez. Nagyon sok érdekes példát szeretnék nektek bemutatni. Az első, az nagyon egy szélsőséges példa, de jól megmutatja, hogy a felsőoktatás és az abban résztvevők hogyan viszonyulnak a siket emberekhez, vagy általában a fogyatékkal élő emberekhez. Nemrég januárban egy órán, elméleti nyelvészet óra volt, első alkalommal a tanárcsal megérkeztem. A tanár végignézett bennünket, köszöntem jó napot, leültöttem, meg szembe ült, elkezdett fordítani, másfél óra eltelt, és az óra végén jött a tanár. Egy asszony volt, professzor asszony. Elég híres neve van, szakmailag nagyon híres a hölgy, tolmácsal elkezdett beszélgetni, és viszont láttam, hogy az ő párbeszédüket. Láttam, hogy kérdezi, hogy miben tud nekem segíteni. És én oda mentem, elnézést, egy picit zavarba volt, végighallgatott, ezt, és ezt szeretném elmondani, és utána pedig érdekes eset, hogy a professzor asszony a tolmácshoz kezdett beszélni, és megkérdezte tőle, hogy érti, amit mond, megkérdezte, hogy Rob, tudod, s mi? Én megmondom őszintén, hogy az ilyen pillanatokért érdemes kérni. Mert valójában egy picit vicces a helyzet, néha jól esik, hogy a tanárokon én egy picit nevetek. Tehát ez egy ilyen eset volt, igaz, kellemetlen, de jól mutatja azt, hogy a felsőoktatás is ugyanúgy általában tisztelet a kivételnek, hogyan viszonyulnak a fogyatékos emberekhez. Három főiskolán más-más a helyzet, nagy tapasztalatom van, az, hogy általában az oktatók, a professzorok mindegyik a fogyatékkal élő emberekhez, jelen pillanatban én is sikert, tehát megpróbál nyitottan, megpróbál optimistán, tehát megpróbál segíteni nekünk. És én érzem, látom, hogy ez a segítség megvan, egypek van benne, hogy ha a segítség formája nem megfelelő, vagy hogyha nem a megfelelő segítséget kapom. Szokás azt mondani, hogy pokolban vezető út jó szándékkal van kikövezve. Ezt szokták mondani, ez egy ilyen helyzet. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a jelnyelv, tehát a mit keres egy sikert hallgató klasszika filológia szakon? Az a válasz, hogy én sem tudom, mit keresek ott. Egy biztos, hogy érdekel maga a szak, és neki gyűrköztem, jelentkeztem erre a szakra. Egy pozitív példával szeretnék élni, szeretném bemutatni. Bementem a tanszék vezetőhöz, tolmács segítségével, elmondtam az egész életemet, elmondtam, hogy szeretném ezt csinálni, szeretném azt csinálni, viszont siket vagyok. És ami a véleményem, milyen lehetőségeim vannak, a latin, a görög szöveg, mivel hogy foglalkozzak ezzel, a válaszhoz, nem tudom, majd kiderül az órán. Próbáltam, mégis jó, oké, de hogy mi lesz? Azt a választ kaptam, hogy mindig van megoldás. Ezt is meg fogjuk oldani. Ez egy pozitív hozzáállás. Segítettek nekem, hogy itt vagyok 4,5 év után, itt tartsam. Az ilyen eset megmutatja, hogy lehet a siketeknek olyan szakirány,
vagyis olyan szakra eljárni, ami első esetben lehet, hogy furcsának tűnik. Nem mindig nyitottak, nem mindig állnak jól az emberekhez, de menni fog idővel. Másik példát mondanék. Tolmács. A tolmács szerepe. Ugyanazt mondom, amit a képviselő úr is elmondott, le a kalappal előttük, mert nekem latinul, görögül, minden nyelven lefordítja nekem a tolmács, és neki fogalma nincs arról, mit kell mondania, de le a kalappal megállják a helyüket. És itt a következő probléma, amiről szeretnék beszélni, hogy a tanárok, ha kérdez tőlem valamit, először a tolmács honnan tudja, hogy értem, vagy nem értem, amit ő mond. Latinul, görögül. Tehát én tudom, de a honnan tudom, hogy a tolmács pont ezt akarta mondani a tanár. Tehát, hogy jó tolmácsol a tolmács. De nyitottak arra a tanárok is, hogy odafigyelnek, hogy értjük-e, és a legtöbbször megértjük. Másik probléma, amit én válaszolok, inkább én személyesen adom át, mert fordítva már lehet, hogy nem ugyanaz fog átmenni. Tehát mert maga a tolmács bármennyire is tudja, bármennyire is kiváló a vizualitása, hogyha a témához kapcsolódva nincs ismerete, vagy kevés az ismerete, akkor véletlenül előfordulhat, sőt mindig előfordul, hogy rosszul megy át a fordítás. És így nem pontosan ugyanazok a szavak mennek át, amit én szeretnék elmondani. És nagyon sokszor probléma van ebből. De szerencsére a tanárok türelmesek, nyitottak, megértőek. Különösen például a latin vagy a görög válaszoknál. Hogyan jelenik ezt? Tehát hogyan jeleljen ezt a tolmásnak? Ez most fogalmam nincs, hogy oldjam meg. A pásznájon, a bölcsész szakon, jó hír, hogy van egy esélyegyelőségi bizottság. Rossz hír, hogy évente két alkalommal ülnek össze. Jó hír, hogy lehet e-mail küldeni nekik. Rossz hír, hogy egy hónap múlva kapok választ. Jó hír, hogy legalább válaszolnak. Rossz hír, hogy nem a kérdésemre válaszolnak. Tehát, hogy akkor kezdhetjük előről az egészet. Személyesen nagyon nehéz elérni őket, amikor elnézést dolgomban rohannom kell, mindig rohanni kell utánok. És éppen ezért a titkársághoz fordulok, a titkársághoz is fordulok, hogy elnézést, szeretnék kapcsolatot tartani, segítséget kérni, legalább csak egy embert, hogy meg tudjam őt ragadni és tudjon kommunikálni. És kijelöltek a titkár a dékányság irodájában, hogy te kapsz egy felelős embert, aki segíteni fog neked. Megmutatkoztunk, és innentől kezdve bármilyen probléma van, hozzá tudok fordulni. Elmondom neki a problémáimat, azonnal intézkedik. Így meg tudom kerülni a tanulmányi osztályt. Ez is egy megoldás. De ez egyéni megoldás. Nem egy általános fogyatékosok számára elérhető lehetőség. És szerintem éppen elfogy az időm, úgyhogy most röviden még beszélnék. A magyar felsőoktatás, mint olyan, készen áll arra, hogy a fogyatékkal élők, jelen esetben a siketek, siketeket befogadják. De nem biztos, hogy a jogszabályi háttér is megfelelő ennek a feltételnek. Plusz az oktatás, vagy az adminisztráció kap-e megfelelő információt, vagy kap-e egyáltalán információt a hallgató. És ezzel kapcsolatban általában az én személyes példám az, hogy bizonytalanok az emberek, legszívesebben háttérbe vonulnak. Ez már kezd lassan változni. Én ezt érzem. 5-6 évvel ezelőtt és ma, a mai állapotot, ha összehasonlítunk, sok változás történt. Harmadik, ami ez még
fontosnak tartalmat kapcsolódja, a könyvek, az egyetemi könyvek, a könyvtárban. Én mint siket, az, hogy információhoz jussak, akár tolmács van, akár nincs, többé, kevésbé, mindig kevesebb információhoz tudok jutni, mint amennyit a többiek tudnak. Mert a tanár elmondja, hangon beszél, érdekes, az kiemeli, a tolmács vagy rövidíti, vagy éppen amikor tolmács szomjas, iszik, sok-sok ilyen eset van, hogy abban az esetben kimarad az információ. A bölcsész szakon, ahova járok, ebben segítenek. A latin és a görög órákon, görög nyelvből, a könyv elég nagyon-nagyon kevés könyv van. Van egy példám, vagy van, ami nincs is. Éppen segítettek nekem abban, hogy megkaptam egy belépőt a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába. Ezt nekem elintézték. Korlátlan belépésre jogosít, és ott sokkal több példányban bármit tudok használni. És ehhez az egyetem által kaptam lehetőséget. Egyetem fizeti nekem. A harmadik a jegyzet, az anyag. Elkérem az iskolától, lefémásolhatom. Nem olcsó volna a cserésztény. Egyetem fizeti. Ebben tud nekem segíteni. Ilyen szempontból a saját bőrömön tapasztalom, hogy a pászmány, a bölcsész szak eléggé előre jár a fogyatékkal élő emberek problémáinak kezelésében. Igen, előre jár. Ez az én tapasztalatom. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm.